Rédei Norbert, a Momentum önkormányzati képviselője kilépett az ellenzéki frakcióból. Ahogyan arról a híradó is beszámolt, Rédei Norbert és a Momentum nem tagja annak a civil szövetségnek sem, mely az ellenzéki pártok jelöltjeit tömöríti. Ennek oka, hogy sem a Momentum, sem személyesen Rédei Norbert nem támogatja a véleménye szerint offshore botrányban érintett Földi Judit polgármester jelöltségét. Az ellenzéki frakcióból való kilépését most nyilvánosságra hozta, és megtette a szükséges bejelentéseket. Az SMS szerint próbáltam eljárni, tájékoztattam frakcióvezető urat és Cserpakovics András polgármester urat egyszerre, és tőle nem kaptam eddig válaszreakciót, de polgármester úr elfogadta. Cserpakovics András közösségi oldalán is közzétette a Momentumos képviselő ellenzéki frakcióból való kilépését. A polgármester azt is kifejtette, hogy a képviselőtestület munkáját ezzel elérte a választási kampány, de bízik abban, hogy a kampányidőszak ellenére szakmai, szakpolitikai, a város érdekeit szolgáló testületi ülésre tudnak majd sort keríteni pénteken. Utolsó pillanatig igazából, amikor meg már nem nagyon lehetett volna egyszerűen. Rédei Norbert kérdésünkre azt is elmondta, hogy sokáig zajlottak az egyeztetések. Ennek az egyik következménye, hogy a Momentum mozgalom nem indít jelölteket az önkormányzati választáson június 9-én Székesfehérváron. Még annyit szeretnék elmondani, hogy én a városban magánemberként a Kétfarkú Kutyapárt jelöltjeit támogatom. Remélem, hogy ezért a helyi elnökük nem fog engem megdorgálni. Szerintem fontos, hogy legyen a városi közgyűlésben egy olyan ember, aki hitelesen tudja képviselni a baloldali liberális embereket. A híradó kereste az ellenzéki frakció vezetőjét, Fazakas Attillát is, de adásunkig nem sikerült elérni.